Biztonságosabb lesz a közlekedés. Két új körforgalmat építenek Nyírbátorban. A beruházás része a városon is áthaladó 471-es főút korszerűsítésének. Két keréken megyeszerte, kerékpárbarát település címet kapott Nyíregyháza, Nagykálló, Vásárosnamény és Újfehértó is. Megye nap Szabolcsban, identitás tudatunk erősítéséhez fontos a hagyományok őrzése, hangzott el az 1902-ben megtartott zsinat helyszínén. Két új körforgalmat építenek Nyírbátorban. A beruházás része a városon is áthaladó 471-es főút korszerűsítésének. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkákról tájékoztatták az érdeklődőket csütörtök este a település kistérségi központjában. Simon Miklós, kormánypárti országgyűlési képviselő azt mondta, sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés a fejlesztés után Nyírbátorban. Mintha bomba találat érte volna Nyírbátort, úgy néz ki az építési terület az Édesanyák útjánál. Csak a villanyoszlopok emlékeztetnek arra, hogy itt közlekedési csomópont volt. A kereszteződés minden oldalról le van zárva, csak egy információs tábla jelzi, hogy nem bontanak, hanem építenek. Körforgalom lesz ebben a csomópontban. Rengeteg nyírbátorit érdekel a felújítás, ezért hamar megtelt a kistérségi központ tanácsterme. Itt tartottak tájékoztatót a munkákról. A jelenlévők azt mondták, már régen meg kellett volna csinálni a korszerűsítést. Ez nagyon aktuális ez a dolog, úgyhogy ez már régebben meg kell tudni, mert ezt az urat úgy is hívták korábban, hogy haláluk. Úgyhogy ez nagyon aktuális. Hát csak olyan tudom elmondani, hogy ez így. Kis kerülőutak vannak, most itt ugye lezárások vannak az utakkal, de ezt el kell viselni azért, hogy ez az út rendben jön. A fórumon Csapó László, Magyar Közút megyei igazgatója beszélt a beruházásról. Azt mondta, jelentősen javul a 471-es minősége a felújítás után. Teljesen össze lesz kötve most már a megyehatártól Nyírbátorig ez a 471-es útvonal egy megfelelő komfortú, megfelelő felületű pályával, azt jelenti, hogy közlekedni a közlekedők sokkal kényelmesebb körülmények között fognak majd. A találkozót Simon Miklós, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője szervezte. A politikus elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 30-an haltak meg közlekedési balesetben a 471-es főút megyei szakaszán. A korszerűsítés után viszont sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés Nyírbátorban is. Ez a két körforgalom, ami az Édesanyák útján és a Császári útnál van, az igencsak veszélyes és forgalmas is, hiszen a diákok itt kelnek át a város egyik részéből a másikba. Ilyen formán a körforgalom megépítése az ő biztonságukat is szolgálja. Térképen mutatjuk, hogy hol lesz felújítás. 3 kilométer hosszan erősítik meg a burkolatot Nyírmihálydinál. Néhány kilométerrel arrébb Nyírbogáton, Nyírbogát és Nyírbátor között, valamint Nyírbátor belterületén lesz munka. A beruházás 2 milliárd forintba kerül, és ebben az évben befejeződik. Szinte teljesen lecseréli buszparkját a Szabolcs-Volán Nyíregyházán. 47 új busz szállítja majd az utasokat a megye székhelyen. A vásárlásra 5 milliárd forintot ad a kormány a helyi közösségi közlekedést működtető cégnek. Az összegből 41 földgázzal működő úgynevezett SNG autóbuszt és 6 elektromos meghajtású járművet állítanak forgalomba. Úgy tudjuk, hogy még idén megvásárolják a buszokat. Orrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a Kölcsei Televíziónak azt mondta, elsősorban a levegő minőségének javulását várják a beruházástól. Ezek a régi buszok, amelyek most Nyíregyházán futnak, azért termelik rendesen azt az alapanyagot, ami az magnak az egyik természetes kelléke, és az, hogy ide egy gépkocsi park érkezik buszok formájában, az nagyon fontos, ugyanis ezeknek a tömegközlekedésre való bevétele jelentősen fogja csökkenteni a szállópor koncentrációt és a különböző vegyi anyagoknak a városban, a levegőben való megjelenését. Kerékpárbarát település címet kapott Nyíregyháza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a bicikliutak kiépítésére indított városi programot díjazta. A megyében hasonló elismerést kapott többek között Nagykálló, Vásárosnamény és Újfehértó is. Tasó László szakállamtitkár az átadón azt mondta, december közepére elkészül a Nyíregyháza-Tokaj közötti bicikliút, sőt a Balatonihoz hasonló kelet-magyarországi bringakör kialakítását is tervezik.
Kerékpár és babakocsi nem szokatlan látvány a bicikli a nyíregyházi főtéren. Sokan kerekeznek a megyeszékhelyen, ami néha nem egyszerű. Kerékpáros járdát csináltak sok helyen, és az nem tetszik, mert a gyalogos is ott jár, az autósok se nagyon figyelnek, nem adnak elsőbséget. De egyébként örülök neki, hogy lehet sok helyen menni kerékpárra. Volt, aki azt mondta, évtizedek óta kerékpározik, és sokat javultak az elmúlt években a feltételek. Én már nagyon régóta biciklizek, már szerintem 20 éve. És hát régebben nem volt ennyi út, meg szóval nem volt annyira jó. Úgyhogy most jó. Ezért vehette át Nyíregyháza alpolgármestere a Kerékpárbarát önkormányzat címet. Úrik Attila azt mondta, 2010 óta 55 km bicikli utat építettek, és továbbiakat is terveznek. Ebben a ciklusban még saját erőből még 9 km-t fogunk építeni, illetve még a lehetőségekhez képest még tervben van több kerékpárútnak az építése is. Szeretnénk azt, hogyha a városnak a fő közlekedési pontjai kerékpáron is megközelíthetőek legyenek. Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkára azt mondta, december közepére elkészül a Nyíregyháza-Tokaj közötti 29 kilométeres kerékpárút. Azt tervezik, hogy egy teljes hálózatot építenek ki a térségben. Egy kelet-magyarországi bringakör kialakításán dolgozunk, amit szeretnénk majd a Tokaj-hegyaljai bringakör kapcsolatával egybeépíteni. Mint hogy Magyarországon a Verencei-tó környékén, a Fertőtő környékén és a Balaton környékén vannak már lehetőségek több száz kilométert is, 229 kilométert talán, ha jól emlékszem, a balatoni bringa körön első körben kerékpározni, és a Verencei tó is teljes egészében kerékpározhatóvá fog válni. És ezt szeretnénk, hogyha a Körös völgye elképzelése, vagy más olyan történetek, amelyekről már hallottunk, megvalósulnának Magyarországon, hiszen ennek érdekében sokat kell dolgoznunk, és vállaljuk is a kihívásokat. A díjátadón önkormányzatok és cégek kaptak elismerést. Az ünnepségen elhangzott, eddig az országban 850 km kerékpárutat építettek, de további 750 km terveznek. A jövő a múltból építkezik. Identitás tudatunk erősítéséhez fontos a hagyományok őrzése, emelte ki a megyei közgyűlés elnöke a Szabolcsban megrendezett megyenapon. 1902-ben ezen a napon tartották a szabolcsi zsinatot a településen. A megemlékezés után a település legutóbb felújított útszakaszát is átadták. Koszorúkat helyeztek el Szent László szobránál Szabolcsban. A magyar egyházi és politikai törvényhozás történetének egyik legfontosabb eseményére az 1992. május 20-án tartott szabolcsi zsinatra emlékeztek a településen. Az idei már a 12. megyenapi rendezvény volt. Szent László királyunk, aki István után megszilárdította a feudális rendet, a gazdaságot és a társadalmat, és megszilárdította a kereszténységet, hitünket is, úgyhogy ilyenkor nekünk le kell róni tiszteletünket. Azért mondom, hogy a megyének itt nagyon nagy szerepe van, mert a települések és az, hogy magyarok vagyunk, a kettő között a közigazgatás fontos pontja. A megyei közgyűlés elnöke szerint a megemlékezés erősíti identitástudatunkat és a közösség összetartó erejét. A jövő a múltból építkezik. Ugyan nem garancia a múlt a jövőre, de akkor is ez egy fontos kiindulási pontja a jövőépítésnek. A jövőt pedig a jelenbe építjük. Tehát azzal, hogy mit tudunk minden nap tenni közösségünkért, családunkért, nemzetünkért, megyénkért, az minősít valamennyünket külön-külön személyenként, egyenként, illetve közösségként is. És hát ez szolgálja a megmaradást. Biztos vagyok benne, hogy minden ilyen alkalom, mint ez a megyenapi ünnepség, hozzájárul ez az építkezéshez és lélekben megerősít bennünket. A megemlékezés után átadták a település legutóbb felújított útszakaszát. A beruházás összesen 8 millió forintba került, amelyet a község önkormányzata finanszírozott. Szabolcs településen van még néhány olyan útszakasz, amely nincs szilárd burkolattal ellátva. Ezek közé tartozott ez a mostani, ami közel 300 méter hosszú útfelület. Gyakorlatilag ezzel már régen tartozunk az itteni lakosoknak. Egyrészt azért, mert az eddigi útfelület az kátyus volt és nehezen járható volt, főleg téli időszakban. Sokan panaszkodtak, hogy járóbeteghez nem tud a mentőbe jönni. A telkek értéke is megnőhet az új útszakasz mentén. A polgármester tájékoztatása szerint már több fiatal jelezte, hogy itt szeretné építkezni. Igaz, hogy az MSZP két témában, az állami földek eladásával, illetve a bérplafonnal kapcsolatban gyűjti az aláírásokat, de a népszavazás többről szól majd, mondta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Nyakó István.
A politikus reményei szerint legkésőbb 2017. januárjában az emberek a Fideszről mondanak majd véleményt. Többről szól ez a történet. Ezt a kettőt tudtuk átverni a Fidesz választási szervein könnyek és verítékek között, de természetesen szól az egész Fidesz rendszerről, a Fidesz világról. Azért mondjuk, hogy ez egy fideszellenes népszavazás, hiszen szól az oktatásról, az egészségügyről, szól a munkavilágáról, de szól a Magyar Nemzeti Bankról, kisvasutakról, stadionokról, Mészáros Lőrincekről, és végül, de nem utolsó sorban Matolcsi Györgyökről. Furcsa baleset történt tegnap este Nyíregyházán. Egy autós az Árok utcán egy garázs tetejének ment neki. Saját mély garázsához akart hajtani, de elvétette az utat. Az ütközés során a sofőr és utasa is megsebesült, őket kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja, hogy az autó vezetője fogyasztott-e alkoholt. Évente több 10 millió forintnyi vadat ejtenek el orvvadászok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Szabó Márton egyetemi tanár munkásságáról írt könyvet Kis Lajos András, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének igazgatója. A monográfia a professzor munkássága előtt tiszteleg, aki egyfajta szemléletváltást hozott a politika tudományba. Ezüstérmet szerzett a nyíregyházi csapat a kadett fiú kosárlabda bajnokság országos döntőjében. Bocskó Ádám együttese Debrecenben 3 győzelemmel és 1 vereséggel jutott a fináléba, ahol 80-63-as vereséget szenvedett a Vasas Akadémia csapatától. Évente több 10 millió forintnyi vadat ejtenek el orvvadászok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sokszor csak megölik vagy megcsonkítják az állatot a különböző csapdákkal. A vadőrök és a rendőrség közösen is szokott járőrözni. Az, akit vadorzáson kapnak, akár 3 év börtönbüntetésre is számíthat. Ez az etető a sóstói erdőben található. Nem vadásztársaság jelölte ki a helyét, hanem egy helyi természetkedvelő tálkolmánya a Rozoga szerkezet. Az orvvadászok akár az ilyen helyeken, vagy a vadásztársaságok hivatalos etetőiben is elrejthetnek kábító hatású csalétket, amivel nagy vadat is ejthetnek. Emellett leggyakrabban hurokkal, csapdával és illegális fegyverekkel vadásznak a rapsicok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente több 10 millió forint vészel az orvvadászok miatt, ilyen értékű vadat fognak meg, pocsékolnak meg, megölik, nem viszik el sokszor, mert félnek. Ez ellen védekeznünk kell, hiszen nem nekik neveljük a vadat, hanem a vadászoknak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb problémát okozzanak. A kármértékét nem csak az ellopott hús, hanem az állatok tenyészértéke és a megölt állat trófeájának értéke is növeli. Mi is védekezünk figyelőszolgálattal, őrzéssel, kamerával, ez utóbbi nagyon jól bevált, és hát szedjük össze a vadorzókat. Mert ha csak egy 500 g trófeájú őszbakot kapnak el, körülbelül 2 millió forint kárt okoznak ezzel. Nem csak magas lesek és rejtett kamerák, de rendőrök is segítik a vadőrök munkáját Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Volt olyan év, amikor 600 ezer forint jutalmat fizettek ki számukra, idén eddig 160 ezer forintot kaptak a vadőrök munkáját eredményesen segítő rendőrök. Szabó Márton egyetemi tanár munkásságáról írt könyvet Kis Lajos András, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének igazgatója. A közelmúltban megjelent monográfia a professzor munkássága előtt tiszteleg, aki 1971 és 1983 között tanított az intézményben, és egyfajta szemléletváltást hozott a politika tudományba. A rendszerváltozás éveitől kezdődően Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltóan eredeti társadalomtudományi törekvés kibontakozásának lehetünk tanúi. Ez a politika elméletileg megalapozott jelentés és beszédközpontú vizsgálata. A törekvés elindítója és kiteljesítője Szabó Márton, aki a legszakavatottabb képviselője a témának, a diszkurzív politikatudománynak, amely a politikai valóság új szempontú értelmezésének kísérlete. A könyv az ő munkásságának vizsgálata, az általa kidolgozott elmélet kritikai elemzése.
a professzor emeritus tanári pályáját az akkori Besenyei György tanárképző főiskolán kezdte, ahol már abban az időben szabadon gondolkodhatott. Ezt az intézmény tekinti alma máterének, itt tanult meg tanítani. Az elmúlt évtizedekben számos hazai egyetemen oktatott, ahogyan teszi ezt jelenleg is, publikációk sorát jelentette meg. Visszaigazolása annak, amit az ember, amit én az elmúlt években, 2-3 évtizedben írtam. És hát természetesen kicsit zavarba vagyok tőle, mert ezekben ugyan vannak kritikai megjegyzések, a tudomány már csak ilyen, de leginkább elismerő szavak. Ehhez az ember nem tud mit hozzáfűzni, örül neki. Köszöntőjében Onder Csaba rektor kiemelte, kevés példa van arra, hogy egy tudósról még életében monográfia készül. A könyvet elismert szakemberek mutatták be az érdeklődőknek. Csepeli György szerint mind a szerző, mind a szereplő teljesítménye rendkívüli. A szereplő, a főhős Szabó Márton, aki voltaképpen megújította a politikatudomány nyelvét és gondolkodását itt Magyarországon, és ez egy nagy lehetőség, hogy a könyv kapcsán szélesebb közönség figyelmét felhívjuk erre a tényleges innovatív teljesítményre, úgyhogy örülök, hogy részt vehetek. Csékis Lajos, az ELTE egyetemi tanára úgy véli, Szabó Márton szemléletváltást hajtott végre a politikatudományban. A könyvbemutatón Balog László Levente, a Debreceni Egyetem docense elmondta, a szerző mozaikszerűen építkezik a monográfiában, Szabó Márton életművét egységben elemzi. Ezüstérmet szerzett a nyíregyházi csapat a kadett fiú kosárlabda bajnokság országos döntőjében. Bocskó Ádám együttese Debrecenben 3 győzelemmel és egy vereséggel jutott a fináléba, ahol 80-63-as vereséget szenvedett a Vasas Akadémia csapatától. A nyíregyháziak közül Sitku Márton és Mokánszki Máté bekerült a torna válogatottjába. A végső győzelemre is esélyes Pécs kiejtésével került a debreceni döntőbe a nyíregyházi csapat, amely az első meccsen 8 pontos vereséget szenvedett a hazaiaktól. A folytatásban a Szegedet 30, a budapesti Honvédot pedig 18 ponttal verte a Bocskó Ádám Pető Ákos páros által irányított együttes. Az elődöntőben a székesfehérvári Dávid Kornél Akadémia ellen 48-47-re nyertek Vaskóék, a fináléban viszont csak megnehezíteni tudták a Vasas Akadémia dolgát, de az ezüstérem így is várakozáson felüli eredmény a nyíregyházi gárdától. A csapat nagyon nagy lelkereje volt, hiszen az első meccs veresége után sem az volt a fejekben, hogy úristen kikaptunk, hanem mindenkit meg tudunk verni, és abszolút ezzel a szemlélettel mentünk neki az utána lévő mérkőzésnek, és ez hozta meg ezt a nagy sikert. A torna válogatottjába is beválasztott Sitku Márton szerint az ezüstérem jó visszaigazolása annak, hogy érdemes évközben keményen dolgozni. A csapat mindent megtett, és ez egy nagyon szép eredmény. Tényleg itt kifizetődött a munkánk, egész éves munkánk, és hát én gratulálok a csapat többi tagjának is ez az eredményhez. A szintén az osztálycsapatba választott Mokánszki Máté teljesen elégedett a megszerzett ezüstéremmel. Próbáltuk kihozni a csapatból a maximumot, ez úgy gondolom, hogy sikerült ezzel a második helyjel. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, ezt elértük eddig a legjobb címünket értük el a csapattal. Büszke vagyunk az egész csapatra, az egész éves munkánkra. Szeretném megköszönni az egész éves munkát az edzőknek, a szülőknek, a szurkolást. Szóval szerintem egy sikeres országhoz zárhattunk. A nyíregyházi csapat legeredményesebb játékosa a kapitány Vaskó György volt, aki 17 pontos átlaggal zárta a döntőt. Igazából egyik meccs volt olyan nagyon könnyű, talán a Szeged elleni 30 pontos győzelem annak mondható, de az is végig figyelni kellett, és végig kontrollált mérkőzés volt. A legnehezebbnek szerintem a Dávid Kornél elleni mérkőzés volt az elődöntő. A 3 játékos közül Sitku Márton stabil tagja a Szófiai Európa-bajnokságra készülő U16-os válogatottnak. Korábban már Vaskó és Mokánszki is kapott meghívást a nemzeti együttesbe, és elképzelhető, hogy a Debrecenben mutatott játékuk alapján ismét bizonyítási lehetőséghez jutnak. A fiúk a jövőben egy korosztálya feljebb a junior csapatban szerepelnek, és a felkészülés kezdetén minden bizonnyal mindhárman ott lesznek majd a felnőtt csapat keretében. Június 24-én és 25-én negyedik alkalommal rendeznek sárkányhajó versenyt a Tisza-Rakamazi szakaszán. A Magyar Kajakkenu Szövetség 8 viadalból álló sorozatában a baráti társaságok mellett cégek és települések is nevezhetnek. Utóbbiaknál az első 3 helyezett csapat bekerül a szeptemberi sukkorói országos döntőbe. Újdonság az is, hogy a 20 evezős között legalább 8 hölgynek kell lennie. A részletekről pénteken tájékoztatták a sajtóképviselőit.
Az elmúlt években nagyságrendileg 20 csapat indult, mi úgy gondoljuk, hogy az éven is az a 20-25 csapatot várhatunk az előrejelzések szerint. A program pedig szintén az elmúlt évekhez hasonlóan igazából kétnaposnak mondható. Pénteken a környébeli csapatokat várjuk egy előedzésre, edzésre. Szombati napon reggeltől délig pedig a selejtezők előtt van lehetőség a csapatoknak kipróbálni, beletanulni a sárkányhajózásba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Két új körforgalmat építenek Nyírbátorban. A beruházás része a városon is áthaladó 471-es főút korszerűsítésének. A munkákról tájékoztatták az érdeklődőket csütörtök este a település kistérségi központjában. Kerékpárbarát település címet kapott Nyíregyháza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a bicikliutak kiépítésére indított városi programot díjazta. De a megyében hasonló elismerést kapott többek között Nagykálló, Vásárosnamény és Újfehértó is. A jövő a múltból építkezik. Identitás tudatunk erősítéséhez fontos a hagyományok őrzése, emelte ki a megyei közgyűlés elnöke a Szabolcsban megrendezett megyenapon. 1902-ben ezen a napon tartották a szabolcsi zsinatot a településen. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 20-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton változóan felhős időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé kezdetben váltakozó nedvesség tartalmú, majd egyre szárazabb, 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik. Erősödik a nappali felmelegedés. Eleinte erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd estétől csökken a felhőzet. Zápor előfordulhat néhol, esetleg egy-egy zivatar is kialakul. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben gomoly felhős napos idő várható. Csapadék általában nem lesz, de kis valószínűséggel egy-egy futó zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap napos, száraz idő lesz a jellemző, esetleg az északi középhegységben fordulhat elő a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor. Hétfőn is sok napsütésre, nyáriasan meleg időre van kilátás, csupán estétől alakulhat ki nyugaton zápor, eső, zivatar. Kedden egy ciklon többfelé okoz csapadékot, főleg a Dunántúlon szélerősödést. Elsősorban nyugaton néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hét második felében a gomoly felhőkből kevés helyen valószínű zápor, általában több órára kisüt a nap, a hőmérséklet a sok évi átlag felett várható.